Az NB2-ben szereplő debreceni sportiskola, a Deac, a Pilis Csaba és a Csenger játékosai alkották azt a magyar futszál liga válogatottat, amely két meccses túrára utazott a határon túlra. A nemzeti csapatban Szilágyi Sándor szövetségi edzőként a kispadon, Balogh Árpád, Bodó Rihárd, Pankotai István és Rigó Attila pedig a pályán képviselte a csengeri csapatot. Tulajdonképpen egy elismerése volt a Csengerben az elmúlt három évben történteknek futszál terén, és nagyon nagy megtiszteltetés volt nekem is, és a srácoknak is, hogy elmehettünk erre a túrára Székelyföldre. Mind sportszakmai, mind azt mondom, hogy érzelmi szempontból is elég mély nyomokat hagyott bennünk, hiszen a srácoknak és nekem is hatalmas élményt jelentett, hogy címeres mezben magyar himnuszt hallgatva kezdhettünk el egy mérkőzést, és ugye még ráadásként ott volt mellett a Székely himnusz mind a két meccsen. Én azt hiszem, hogy a srácokba is nagyon mély nyomokat hagyott ez a két meccs, hiszen láttam rajtuk meccs előtt is, a himnusz alatt a bemelegítésnél, és sajnos a meccseknek az elején a játékukon is, hogy igencsak megfogta őket ez a helyzet. De azért elmondhatom, hogy a csengeri fiúk sem vallottak szégyent, nagyon jól játszottak, ezt több szakember is elismerte és megjegyezte ott a mérkőzések után. Bár a magyar csapat mindkét meccsén vereséget szenvedett, a Csíkszereda elleni találkozó legjobbjának Pankotai Istvánt, a Székelyudvarhely elleni meccs legjobbjának pedig Balogh Árpádot választották meg a szakemberek. Az első meccset Csíkszeredán játszottuk a MB2-t veretlenül és toronymagasan vezető csíkszeredai csapat ellen, ahol 9-6-os vereséget szenvedtünk. Ezzel a meccsel kapcsolatban van egy kis hiányérzetem, mert ez egy nyerhető mérkőzés volt, hiszen első fél időben szinte végig vezettünk. Sajnos kijött az a rutintalanság, az a drukk a srácokból, amiről az előbb beszéltem, és ott olyan hibákat követtünk el, főleg védekezésben, ami megbosszulta magát, és a hazaiok a lelkes közönségüket búzítása mellett ezt kihasználták és megfordították a meccset. A második mérkőzést a sokszoros román bajnok Székelyudvarhely csapatával játszottuk. El kell mondani a csapat, hogy 5 román válogatott és egy magyar válogatott játszott a csapatban, tehát az egy más kategória volt, hiszen mi csapatunk MB2-es játékosokból verúvált alakulat volt. Ott ugye 7-2-es vereséget szenvedtünk. Szilágyi Sándor elmondta, már tárgyalnak arról, hogy a vendéglátók a közeljövőben viszonozzák a látogatást. A tervek szerint március közepén Csengerben játszik majd két meccset valamelyik székelyföldi együttes.